Sziasztok! Berki Mazsi vagyok, és üdvözöllek benneteket ismét az én kis konyhámban. Egy nagyon gyors és egyszerű ételt fogunk most együtt elkészíteni, amihez szükségünk lesz csirkemellhez, lehet tengergyümölcseivel is készíteni, akár simarákkal, újhagyma, vöröshagyma, cukkini, kalifornia paprika, rizstészta, szójaszósz, és én már tegnap este megfőztem a rizst, és most ki fogom próbálni most először, hogy mi lesz, hogyha ez a szószhoz, ehhez a húsihoz rizst teszek, és nem rizstészek, úgyhogy nálam most háromféle étel fog készülni. Ahogy vágjuk a csirkét, rögtön tehetjük is a serpenyőbe. Én jól megszoktam pirítani a szélét, tehát én most 8-ason, de fel fogom utána venni 9-esre. Jól átsütjük. Lehet bele 3-4 szelet csirke mellett is tenni, ízlés szerint, kinek mekkora a családja. Ha tengergyümölcseit csinálunk, ugye ezt valószínűleg fagyasztva tudjuk csak megvásárolni, előtte öntsük le a levét, és utána öntsük csak bele a serpenyőbe. Elkezdett közben sisteregni a húsink is. Kicsit megsózzuk. De a zöldségektől fog egy nagyon finom ízt kapni. Beletesszük az új hagymát a húsira, de a szőlt részét se hagyjuk veszni, mert a végén, a tálalásnál még szükségünk lesz rá. Én már most egy nagyon pici szójaszósz teszek mindkettőhöz az ízek miatt, aztán a végén még kicsit kell majd az ételünkhöz adni. Én személy szerint imádom a szójaszószt, és akinek van, az egy kis teriyaki szósz is adhat a sajátjához. Milka is közben szólt, hogy figyeljünk oda, hogy mennyi sót és fűszert használunk. Nagyon finom. Én egy nagyon pici sót használtam, és én egy ilyen kevesebb sót tartalmazó szójaszószt használok, de ízlés szerint tudjátok ízesíteni. Mindjárt jön még rá egy kis fokhagyma. Aki nem szereti annyira égetten a húsit, az akár már így is elkészítheti. Mi égetten szeretjük a szélét. Miközben készülnek az ételek, megfőzöm a rizstésztát. Na! Sokáig tök szerencsétlen voltam rizsfőzésben. Éva néni tanított engem meg nagyon finom rizsfőzni. 2 bögre rizshez én 3 bögre vizet adtam, és rátettem a fedelét, egy picike só, és ennyi. És voilà,
ilyen lett a rizsecském. És most azt fogom kipróbálni, hogy a rizssel összekeverem majd a wokot. Hát kíváncsi leszek, hogy milyen lesz, mert ilyet még én sem csináltam, úgyhogy nagyon kíváncsian várom a végeredményt. Kész is van itt a husikánk. Ide rászedem a rizsre. Én egy nagyon pici szóját még itt teszek rá. És ezt összekeverjük. Ízlés szerint kevesebb vagy több rizssel. Így mi. Aztán mindjárt lehet is tálalni. Ezt a rizstésztát föl szoktam néha így kicsit vágni. Így megvágogatom. Erre önthetjük rá a maradék húsinkat. Nyam-nyam. Én imádom ezeket a égett részeket. Így, aki szeretne, még tehet rá egy kis, de amint látjuk, tehet rá egy kis szójaszószt. Én egy nagyon picit még teszek majd, ha megtalálom, hogy hol tettem. Egy nagyon kis picit. Itt a másikra is teszünk egy kicsikét. És el is készült. Ebédre, vacsorára. Mind a kettőre tökéletes. Kicsit nehéz ezt a rizstésztát kevergetnünk, úgyhogy több idő, de higgyétek el, megéri.